annyira megváltoztatunkat, de többi 40 napon, úgyhogy ez megválhatna, mire elérkezik maga a húsvét vasárnap. De ezek a dolgok nagyon spárnak. Egyébként is sok kollégásságát, hogy olyankor a halnak a húsa, hiszen áttelelt, nem fogyasztott semmit, úgyhogy szépen megtisztult a hal, azért ezt jó tudni. Szilvia, egyébként ő azt jól tudja, hogy a szokások átalakulnak, és sokaknak az is bőjt, hogyha mondjuk lemondanak az ételen kívül másról is, szokásairól, alkoholról, nem tudom, hogy tévénézésről, mindenről lemondanak. Igen, igen. Elég sok mindenről lehet hallani, hogy miről mondanak le az emberek. Ez korábban is így volt, hogy valamiről még le kell mondani. Volt, aki szakállat növesztett, de ami piros volt például. A borotvájáról, igen, igen. Így van, a tánc, a mulatozás, a hangos zenés mulatozások, ezek pirosak voltak a bőt időszakban, lakodalmak is pirosak voltak a bőtben, és ahhoz nagyon sokan a nagyobb is tartják magukat, nem szóval akkor 46 nap múlva lesz húsvét, de vasárnaponként lehet azért enni húst is. Így van.